Sziasztok! Ez itt a Kutyinfo, a mikrofonnál Abonyi Gyöngyi, a Kétfarkú Kutya Párt elsőkerületi polgármesterjelöltje, beszélgető társam Horváth Máté, az első kerület 3-as számú LVK-jának a jelöltje, és vendégünk Vitézy Dávid, főpolgármesteri aspiráns. Üdvözlet, Dávid! Sziasztok! Szia! Szerintem folytassuk a beszélgetést onnan, ahol a legutóbb abba hagytuk, vagyis a Déli pályaudvar kapcsán találkoztunk a múltkor, a 24 órás programot alatt, csak ott nagyon futtába volt lehetőségünk egymással beszélni. Mi ugye az első kerületben egy közösségi pályaudvar tervezünk a pályaudvar területére. Neked milyen meglátásaid, illetve milyen terveid vannak, illetve a főépület kapcsán van-e valami olyan terved, ami számunkra is érdekes lehet? Válasszuk ezt kétféleképpen ketté. Az egyik az, hogy mi a MÁV és mi a nem MÁV terület, a másik pedig, hogy a MÁV területtel mit lehet csinálni rövid és hosszú távon. A nem MÁV terület az ugye az az aluljáró kerengő rendszer, ami ott van, ami valójában egyébként azért gyakorlatilag funkcióját vesztett, tehát ilyen forgalmú csomópontokban ma már simán zebrával megoldjuk az átkelést. Ráadásul még amikor a fonódot csináltuk, akkor pont az egyik legforgalmasabb ágon az Alkotás utcán meg is csináltuk a zebrát a villamos megállótól. Tehát valójában a déli pályaudvari csomópontot fullba meg lehetne oldani zebrákkal, és ezt az egész aluljárót el lehetne felejteni, ez a hosszú táv, vagy nem kéne ennek olyan nagyon hosszú távnak lenni, ezt szerintem meg lehetne csinálni azért belátható időn belül. Nyilván kéne járdát építeni ott, ahol ma nincs, mert a lépcső lemegy a 21-es busz Szél Kálmán tér irányú megállójánál, tehát azért van vele meló, de ezt meg lehetne csinálni. És egyébként ezt a kerengőt a boltjaival együtt akár nagyon rövid távon, de végképp középtávon hasznosítani kéne valahogy, hiszen ez egy meglévő infrastruktúra. Én szerintem ez tipikusan az, ami a közösségi pályaudvar logikán hasznosítható lenne. Én ezt az egész kerengőt látom magam előtt. Ugye a Fortepanra fölmegyünk, egyébként ez régen ilyen volt, tehát nem is kell képzelet hozzá, csak a régi fotókat elég megnézni. Egy olyan fajta ilyen kiülős helyként, ahol néha kulturális programok vannak egyébként, meg egy jó kocsma. Szabadtér, nyilván tavasztól őszig tudna működni, bár hát amilyen időjárás van ma már jóformán bármikor, igen. Nagyon nincs lakó a környéken, akit ez zavarna, és egy tök jó hely tudna lenni. Van víz, csatorna, tehát mosdót lehet csinálni, még akár egy kis konyhát is lehet csinálni az üzlethelyiségekbe. És egyébként, mikor ott jártunk együtt, ugye 8 üzlethelyiségből 6 üres jelenleg, ezek fővárosi tulajdonúak. Nekem a főpolgármesteri programomnak egy fontos eleme az, hogy az ilyen típusú tereket a főváros kezdje el végre aktívan hasznosítani, ami azt jelenti, hogy nem kiraknak egy tacapót, hogy kiadó, és valami pályázatot be kell nyújtani igazolványképekkel, 16 darab aláírással, hanem hogy igenis az olyan típusú használatoknak, ami akár kulturális célú használat, akár egyéb közösségi, civil, szervezeti használat, de akár az, hogy valaki ki akarja magát próbálni, és egy új családi vállalkozást alapítana, egy nem tudom, fagyizót, kávézót, akkor ez segítse ezt a fajta vállalkozási kedvet az önkormányzat. Én rengeteg ilyen európai példát ismerek, vagy akár itt Budán a Margit negyedben is ez zajlik. Nekünk ez kifejezett célunk, hogy ezeket az üzlethelyiségeket közösségi műhely, közösségi iroda, tehát megjelenési lehetőség az emberek számára, és ez egy olyan remek területen van, ami nem a város széle végre. Tehát, hogy olyan területet tudnánk hasznosítani, ami közlekedési szempontból is tök jól megközelíthető szerencsére. És hát ez egy remek terület. Én is, tehát, hogy ebben biztos nem lesz vita köztünk ezen a részen. Viszont a főépülettel mondtad, hogy egyik tulajdon más. Mit lehet, mert hogy tényleg mindenki arra mutogat, hogy azért nem lett hozzányúlva, mert nem, nem kerületi, nem fővárosi tulajdon, MÁV tulajdon. Hogy lehet a MÁV-ot arra rákényszeríteni, hogy ne hagyja ilyen állapotba az épületeit, mint most a déli pályaudvar kinéz, mert az tényleg mindennek a legalja, hogy egy kordon helyett 3 kordon sor van ott. Nem tudok egy szóban sem vitatkozni. Hagy mondjam azt el, csak tényleg a hosszú távtól hagy fejtsem vissza. Hosszú távon én hiszek abban, tudom, hogy sokan ilyenkor összeráncolják a szemöldöküket, meg álmodozónak tartanak, meg mondanak rám mindenfélét. Én nagyon hiszek benne, hogy kell Budapesten egyszer egy vasúti alagút. Lehet, hogy már nyugdíjas leszek, mire meg lesz. Küzdeni fogok érte előbb is. Optimista vagy le. Mert Budapesten meg kell oldanunk azt, hogy átjárható legyen vasúton ez a város. Ugye egy egyre jobban összefonódó Európában szeretnénk a vasúti közlekedést a repülés helyett, meg a belföldi közlekedésbe is előnybe részesíteni. Ma Budapesten minden 100 vonatból, ami beteszi a kerekét, és van ablaka, tehát embereket szállít, 99 Budapesten véget ér, és ez a végállomása. Tehát ez olyan, mintha a világ vége lenne ez a város, miközben a legtöbb európai város ma már olyan, hogy a vonatok jönnek keletről, mennek nyugatra, jönnek északról, mennek délre. Na most Ehhez alagút kell, mert a Duna miatt ugye máshogy ezt nem nagyon lehet megoldani, a nyugatit meg nem lehet kitelepíteni, mert az ott van ahol. Ha ez megtörténne, akkor a déli pályaudvarra és annak a teljes területére, lényegében minden olyan vasúti területre, ami a Hegyalja útvonalától a Krisztina körút vonaláig tart, nem lenne szüksége a vasútnak. Oda új zöld területeket, egy új városnegyedet el lehetne képzelni, nyilván egy városi jelentőségi parkkal és mellé épületekkel. Ebben a tervben mi csináltunk egy ilyen városrendezési tervet hosszú távon, nem azért, mert azt gondoltuk, hogy ez rövid távon megvalósul, csak azért, mert próbáltuk kimutatni azt, hogy milyen ingatlan vagyon szabadulna fel a magyar állam számára. Hogyha, és nyilván nem, remélhetőleg ez a vagyon nem ilyen-olyan kezekben kötnek, hanem tényleg a magyar államnál hasznosulna, milyen vagyon jönne létre, mert nyilván egy vasúti alagútnál ez a bevételi oldalon kvázi ott van. És ebből a tervben mi azzal számoltunk, Zolival, a Budapest főépítészével is dolgoztunk ezen közösen, hogy a kőváriféle annó gyönyörű, szép, modernista épületet, ami a háború utáni magyar építészetnek egy kiemelkedő darabja, azt meg kéne menteni, és ezt a mai méltatlan állapotát megszüntetve mi még olyan felvetést is tettünk, hogy akár egy építészeti múzeumnak is helyet kaphatna. Az még azelőtt volt, hogy a mostani helyszínén a tervpályázat megtörtént volna, de ez hosszú táv, ez mondjam, 2040 előtt ilyen helyzet nem lesz, tehát nem akarok erre így válaszolni, hogy ez most megoldja rövid távon. A mai állapot a déli pályaudvarnak az valami egészen kiábrándító és elképesztő. Készültek a MÁV-nál tervek arra, hogy mit lehetne rövid távon csinálni. Ennek nyilván része kéne legyen a homlokzat helyreállítása és a burkolatok helyreállítása, hiszen a márványburkolatok lehullottak, emiatt néz ki úgy az egész ezekkel a reklámhálókkal, ahogy kinéz. Része kéne legyen az elmaradt munkák befejezése az aluljáró szinten, ami miatt ezek a kordonok vannak ott, és része kéne legyen a peronoknak a fedése, hiszen a több peron esővédetlen, tehát magyarul elázolhat, várod a vonatot, vagy még nincs ott, és meg kéne oldani az akadálymentesítést is, hogy a metró szintről föl lehessen jutni mozgólépcsővel, lifttel a vasúthoz. Nyilván a 2-es metró nem akadálymentes, de azért mondjuk egy csomaggal, babakocsival utazónak legalább azt biztosítanunk kéne, hogy a metróról lépcsőzés nélkül át tudjon szállni, illetve ha a metró maga nem is akadálymentes, de a villamosok és a buszok a környéken már alacsonypadlósak, de azokról se lehet ma igazán jól átszállni a vonatra, még ott a nagyanyed bejárat felől be lehet menni, de más irányokból nem. Tehát itt lenne egy feladat, ez is egy sok milliárdos projekt, ez kormányzati döntéshez kötött, tehát itt a kormányzatnál kell érvényesíteni Budapest érdekeit ahhoz, hogy ebből bármi legyen, de ez nagyon fontos lenne megcsinálni. Én emlékeim szerint ez egy ilyen 6-8 milliárd forintos beavatkozás volt, amikor én utoljára ezt láttam, tehát nem egy kis beavatkozás, és van még egy probléma, amiről keveset beszélünk, hogy a déli pályaudvar alatt van egy pincerendszer, ahol a bizonyos forgalmi biztosító berendezések is vannak, ez nagyon régóta ázik, én legutóbbi tudásom szerint egy elég jelentős vízmennyiség, csapadékmennyiség áll ebben, tehát hogy ott elég jelentős beavatkozások kellenének ahhoz, hogy ez valamilyen módon ennek az állagromlás, ennek az épületnek megállítható legyen, és ugye azért nincsenek, még egy dolgot hagy mondjak, hogy erre emlékszem, mert akkor történt, amikor én ugyan fejlesztésekkel, nem működtetéssel foglalkoztam, de közelebb voltam a MÁV-hoz, mint ma, hogy azok a sötétített ablaküvegek, amik adtak egy építészeti karaktert az épület belsejének, azok elkezdtek berobbanni egy ponton, mert elkezdődött valamiféle szerkezeti torzulása az épületnek, ami miatt az üvegtáblák elkezdtek berobbanni, és akkor a MÁV biztonsági okokból inkább az összeset kiszedte, és ilyen USB lapokkal helyettesítette. Tehát tényleg az egész úgy néz ki, mint Balkán alsó, és ez egy szégyen. Ezt tök igazad van, hogy milliárdos tétel lenne a teljes felújítás, de én azt látom, hogy itt szép sorban hagyjuk tönkre menni a dolgokat, például egy lépcsőnek a megjavítása nem milliárdos tétel, de valahogy nem költünk rá, hanem odarakunk egy kordont. Egy kilógó vezetéknek a visszahelyezése nem milliárdos tétel, de hagyjuk, hogy kilógjon a falból, és nem foglalkozunk vele. Tehát mit lehet? Tehát a fővárosnak van valami terve, amire arra tudja rá szorítani konkrétan a MÁV-ot, hogy ne hagyja ezeket a pici javításokat is csináld meg, azt hogy lehet kikényszeríteni a MÁV-tól? Igen, tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy rámutatunk és nyomást gyakorlunk, azzal biztosan. Azért a MÁV-hoz volt közöm nekem is az életem során valamennyi. Az ilyen típusú nagyállomások fenntartása és menedzsmentje teljesen gazdátlan. Ez nem egy szervezetnél van, hanem szét van szórva mindenféle különböző alszervezeteknél, akik a különböző részegységeket menedzselik. Azok a tipikusan jól működő pályavasutak Európában, ahol ahol a, hát ugye Grandi Stazioni, ugye olaszban, meg a francia vasútnak is van ilyen szervezete, tehát ahol a kiemelt állomásokat, amik tényleg olyan, hogy mondjam, olyan vasútállomások, olyan valódi valami vasútállomások, nem csak egy peron, amiből egy Magyarország méretű országban van, mit tudom én, 30 nagy megyeszékhelyek, meg a nagy budapesti pályaudvarok. Ezeknek van egy külön szervezete, akik az ingatlanhasznosítást, a teljes épületmenedzsmentet egy kézben tartják, és azok tényleg profi, egy profi, ilyen nem szeretek ilyen angol szavakat mondani, de erre nincs igazán jó magyar szavunk, ilyen facility management logikán ezeket működtetik, kihasznosítják, életben tartják, jól csinálják. Ennek a kultúrája a MÁV-ból 100%-ban hiányzik ma, hanem ilyen posztszocialista módon van, ilyen üzemeltető csoport, olyan üzemeltető csoport, távközlési, ilyen, olyan, amolyan, és az egész szét van esve. Ezt a főváros, nem akarnék olyan illúziót árulni, ami betarthatatlan, ezt Budapest főpolgármestere biztos nem tudja megváltoztatni a MÁV-nál. Engem ez a téma nyilván mindenféle választástól függetlenül is érdekel, meg hát nyilván mint fővárosi politikába beszálló szereplő különösen érdekel. Tehát én nyilván megpróbálnék erre nyomást gyakorolni, és megpróbálni elérni, hogy a MÁV ezen javítson. Az biztos, hogy ezt a MÁV magától nem fogja megtenni, és csak kormányzati politikai nyomással lehet elérni, hogy ebben történjen valami, mert a MÁV az egy, hogy mondjam, ilyen típusú kérések elhárítására elég professzionálisan szakosodott szervezet, így van. Mit gondolsz a Mészáros utcáról, ugye ott a MÁV-nak? Nem tudtam, mi lesz a kérdés vége hirtelen. Nem, hát ugye ott az az első kerületnek a rozsdaövezeti része a Mészáros utca, és ott a jelenlegi polgármester annó még akart egy buszpályaudvar, csak a helyek ellenállásán az igazából megbukott, illetve a Itt szólj be kampányunk során itt felmértük, hogy mit szeretnének az ott lakók, egyértelműen parkot szeretnének ott, meg nem ingatlanokat szeretnének, nem parkot, illetve amikor beszélgettünk a diákmozgalmas srácokkal, akik a budapesti programokat összeállították, hogy ők ilyen fogyasztási kényszer, vagy mit költ? Nem is tudom. Fogyasztási kényszertől mentes. Erre vagy kitalálunk valami jobb szót, mert ez egy nagyon hosszú szó erre, hogy ne kelljen fizetni, de ott csücsülhessél, meg hogy sportolási lehetőség. Ingyenpad. Igen, ingyenpad gyakorlatilag. Aztán ezt fogjuk használni, az ingyenpad részt szeretnének kialakítani, és mi is ezt támogatjuk, tehát mi is egy zöld részt gondoltunk. Meg hát nekünk a fő programunk közé tartozik a Kékváros Program, aminek az a lényeg, hogy a különböző generációkat hozzuk össze, legyen nekik program lehetőség, és ez kell valami terület, ami tök jó lenne, hogyha egy szabadtéri lehetőség lenne. Van valamilyen elképzelésed a Mészáros utcai részről, ami ezt üti esetleg? Nincs. Ugye a hosszú táv megint egy külön kérdés, hogy mi lesz, ha itt egyszer vasúti alagút lesz, ez szerintem nem a belátható ciklusokon belül van. Addig valóban az van, hogy a Mészáros utca mellett van néhány vágányi olyan hely, amit a MÁV már nem használ, és azt ki lehetne váltani. Ugye a buszparkoló ötlete innen származott a polgármesterasszonynak. Szerintem ez egy olyan kérdés lehet, hogy ennek valamiféle közösségi hasznosítása megtörténjen, ami napirendre vehető egy következő ciklusban. Hogy itt milyen park, vagy milyen zöld fölött, vagy hogyan néz ez ki, ezt nyilván jó ki kell találni. Az biztos, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor ennek a Gellért-hegyi világgal való kapcsolatát is ki kell gyalogos szempontból nagyon találni, és akkor ez egy jól működő dolog tud lenni valójában, ha úgy tetszik, ez a Gellért-hegyi zöld világnak tudna egy folytatása vagy bekapcsolódása lenni ebbe a naphegyi irányba. Tehát szerintem ez működhet. Nyilván itt is az állam a tulajdonos a területnek, tehát itt is valamilyen módon kormányzattal kell együttműködni, zöldekre vergődni. Ugye van egy nagyon hasonló, bár forgalmasabb helyszín a 6. kerületben, a nyugati pályaudvar mellett a volt kormányzati negyed terület, ami szintén ott rohad lényegében. Ott mi szerettünk volna egy zöld parkot kialakítani, amikor én a BFK-t vezettem, aztán a Lázár leállította ennek a tervezését. Most épp a fővárosi listavezetői vitában is felemlegette Teréz város polgármestere, hogy ő is próbál valamit elérni, de hát nem nagyon jut dőlőre a kormánnyal. Tehát ugye akkor lehet ezekben előrelépni, hogyha ilyen ügyekben valamiféle kooperációs képesség létrejön a kormányzat és a főváros és a kerületeik között. Ugye ez most nem erőssége a jelenlegi időszaknak, de hát ha ez egyszer másképp lesz. Én még visszatérnék egy kicsit a Déli pályaudvar előtti kerengőre. Igen. Azzal kapcsolatban, hogy a kulturális hasznosítása annak a térnek. Ugye mondtad, hogy az teljesen felszabadítható, és nincs már olyan szükség rá ahhoz, hogy a Déli pályaudvart megközelítsük. Én inkább egy ilyen, amikor oda beléptem, egy olyan szemmel, hogy mit lehetne itt csinálni, akkor egyből egy nyári színház jutott eszembe, egy ilyen tavasztól őszig használható tér. Viszont nyilván nem tudjuk, ezt addig nem lehet megcsinálni, gondolom, amíg ugye azt mondtuk most, hogy a lépcsők és a kordonrendszer, ahol most van, az ugye már MÁV terület, az alsó rész az pedig ugye már önkormányzati kézben vagy fővárosi kézben lévő tér, nem is tudom. De hogy akkor annyit el lehetne szerinted érni például a MÁV-nál, hogy azt a lépcső részt azt megcsinálja, hogy egyáltalán az a rész, amíg nem épül alagút, vagy nem épül valami, nem lesz valamiféle terv a MÁV-ra, addig az hasznosítható legyen olyan szempontból, hogy ott tényleg egy kulturális központ legyen. Szerintem ezt el kéne érni. Én szerintem a Vérmező, az 56-os villamos megállója és a pályaudvar előtti utca között az ebrát meg kéne csinálni. Ott ugye van egy hiány, hogy lényegében az aluljárónak ezt az ágát kiváltanánk. Gyakorlatilag az aluljárónak a funkciója az, gondolkodom, hogy kihagyok-e valami, de oda egyszerűsödne, hogy az Alkotás utcai villamosok és a metró közötti ág az, ami igazán közlekedési célt szolgálna, és az egész félkörül lakó kerengő, meg az a csáp, az funkciótlanná válna rögtön. És akkor ott szerintem bármilyen kulturális hasznosítás elképzelhető lenne. És szerinted az a csáp, ami ott van, az is felszabadulna? Mert ugye, hogyha például... Ami a Krisztina körút alatt van? Igen. Szerintem az lehetne egy raktár egy ilyennek, vagy ilyesmi. Egy raktár, vagy öltözők, stb., hogyha tényleg egy nyári színházat oda lehetne csinálni. Azt, hogy zebrával simán ki lehet váltani. Hát most tehát, hogy mondjam, ugyanezen a Krisztina körúton pár sarkokkal arrébb ott vannak az zebrák ma is. Hát kit zavarna, vagy mi akadálya lenne? Ez a régi, grandióz Déli pályaudvar tervnek, ami hát Budapest egyik fő pályaudvara, 60-as, 70-es évek, aluljáró nélkül nincs komoly hely a városban, ezen a logikán épült ki. De ma már a mai tudásunk szerint itt semmi szükség nincsen. Ahol nehezebb ezt az ebra dolgot pótolni, ott is kéne, az Alkotás utcai ág, ott ugye egyrésztről ma a villamos megállóból hiányzik az ebra a Krisztina körút felé, csak a másik irányba van meg, azt kéne pótolni, de picit nehezebb, mint a másikat, mert jobban át kellett volna építeni a csomópontot, ez azért nem valósult meg. És nincs meg ugye a járda, meg semmi sincs meg ott, ahol a buszok megállnak a Szél Kálmán tér felé, ott egyből egy lépcsőre kerül az ember, ott kéne egy sáv elvételével építeni egy járdát, ami ehhez az előbb említett zebrához elvezet, meg ami utána a Vérmező felé is ad egy zebrás kapcsolatot, és megoldani ott a felszíni kapcsolatot. Ettől még megmaradhat nyilván a lépcsőle, mert a metróhoz ott mész le, de ha ott az Alkotás utcával párhuzamos zebra megépülne a Déli pályaudvar oldalában, ha úgy tetszik, akkor valójában az aluljárónak számos funkcióját ki lehetne váltani. Tehát, hogy például én rendszeresen szállok ott át buszról villamosra, fonódóra, és ugye ma le kell menni az aluljáróba, és aztán följönni a túloldalán. És itt is az van, hogy az autós forgalmat ez egyébként nagyon nem zavarná, mert ma is van egy jelzőlámpa kordon a Városmajor utca vonalában, tehát ott ma is akadályozva van jelzőlámpa által a forgalom. Tehát az, hogy ez még egy helyen meg legyen téve, és ott legyen egy zebra, ez ezen nem változtatna semmit. Tehát lehetne ebben változtatni. Nyilván ez már nagyobb pénz, mert az Alkotás utcához hozzányúlni az nincs ingyen, de szerintem el lehet oda jutni, ez a teljes aluljáró, nyilván a metró körüli részeket kivéve kiváltható legyen, és az biztos, hogy az alsó kerengő és a csápja, tehát a Krisztina körúti csáp kapcsán ott el lehetne jutni egy más célú hasznosításig viszonylag hamar. De még ha ilyen nem is történik, ha nem is fest senki zebrát, a mai állapotában is, ha azokat az üzlethelyiségeket elkezdenénk okosan hasznosítani, és csinálnánk kiülős helyeket ott a kerengőben, amikben néha kulturális programban van egy színpad a közepén, ott, ahol ma patkányok laknak, igen, akkor az attól még át lehetne gyalogosan menni, tehát ha ez egy köztérként közben működik, akkor ez simán mehetne. Térjünk át a buszokra, mert ugye az első kerület másik fő problematikája a turista buszok, amit ugye itt a Mészáros utcában végül is nem sikerült buszmegállót kialakítani, és most sincs ez rendesen megoldva. Neked milyen koncepciód lenne a turista buszoknara? Tehát te a te fejedben mi az elképzelés? Hát én azt gondolom, hogy amennyire csak lehet, ezt a fajta buszos turizmust azért korlátok közé kéne szorítani és csökkenteni. Ugye ennek két fajtája van. Az egyik az, amikor valaki itt lakik, akár szállodában, akár szálloda hajón, és ilyen városnéző túrára viszik a busszal. Szerintem ez tipikusan az, amikor el lehetne azt érni, hogy olyan utazási láncot hozzunk létre, ahol nekik nem kell buszhozni, hanem Pestről már akár átjönnek egy sétahajóval, Várkert Bazártól meg fölküldjük őket a listán vagy a mozgó lépcsővel a várba. Nyilván ez azt is igényli, hogy ez a teljes magyar ilyen turisztikai ipar, idegenvezetők, erre szakosodott cégek ehhez legyen kedvük. Én óriási vitákat folytattam velük annól, amikor BKK vezérigazgató voltam azért, mert a Bazilika előtt megszüntettük azt a buszállomást ott az 5. kerületben. És végül sikerült, de hát véremenő viták voltak ez ügyben. Tehát nem lehet ezen változtatni, de elszántság kell hozzá fővárosi oldalról, hogy ebben lehessen előrelépni. És nyilván a másik fele meg az a legnehezebb, akik nem alszanak itt, hanem jön egy csoport valahonnan, megáll Budapesten, és aztán megy tovább valamerre. Ebből is van azért. Ez egy picit más, itt muszáj valamilyen busztárolási vagy buszparkolási helyet létrehozni. Ennek meg kell nézni, hogy hol van helye itt a környéken. Az biztos, hogy ez a mai állapot, ahol tényleg ott állnak sorba buszok tucatjai a Palota úton, én is azt gondolom, nem tartható állapot. Hogy a turista buszok, az úgy érzem, hogy nem csak az első kerület problémája, te nem érzem azt, hogy az első kerületen belül kell számukra buszparkolót kialakítanunk, nem, én azt gondolnám, hogy a külső kerületekben lehetne olyan buszparkolókat talán létrehozni, ahol nem. De ezeknek nem olyan parkoló, az van, szerintem ezek addig parkolnak, ameddig a várat nézik a csoportjaik. Hát igen, mondjuk szerintem az meg nem tudom, tehát ez mostani ötlet, de hogy az nem megoldható, hogy behoznák, kirakják őket és elmegy a busz addig, amíg arra 3 órára, vagy 4 órára. De nem 3 óra, fél óra. Fél órát töltenek össze várban. Kiszállnak, fotó, Mátyás templom, Halászbárs, azt mennek tovább. És ugye, igen, ez egy baj is, de így van. Értelmes. És a kerületbe se sokat költenek így. Nem, és ugye, hát, ugye azok a tipikus túrák, a szállodahajós turistáknak, egyszer volt barátom, aki így Amerikából jött, és akkor volt módom egy ilyet végignézni, hogy tehát reggeli után beszállnak a buszba, fölzavarják őket a várba, elviszik őket a ligetbe, a Hősök terére, a parlamentbe, és aztán ebéd és nap, és mit tudom, vége. Tehát, hogy így fél órát vannak mindenhol, és nyilván ez tényleg már nehéz busz nélkül megoldani, mert ennek van logisztikája, ráadásul ugye tipikusan a szállodahajók nyugdíjas amerikaiakat hoznak, akik életükben autó nélkül nem jártak még kávézóban sem, most elnézést, nem akarok ilyen pejoratív lenni, de hát aki vidéki Amerikát ismeri, az igen, ugye nem egy nagyon gyalogos barát hely, tehát nekik az, hogy egy európai városban itt most akkor sétálás, stb. Tömegközlekedés, ezek veszélyesnek hangzó idegen dolgok, és hát ez egy luxus sztori ez a szállodahajó, meg rengeteg pénzt kérnek el érte, nyilván ők akarják ezt biztosítani. De én nem lemondó vagyok erről, csak inkább a kontextust próbálom mondani. Szerintem itt ezekkel a cégekkel valamilyen egyességre kell jutni, hogy lehet ezt pörgetni, hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy ez ne terhelje túl a várat. De triviálisan jó megoldás azért nincs erre. Vagy így most csetintésre azt mondani, na, itt a megoldás a kezembe, ezt nem merem mondani. Ez így nem lehetséges. A fő programunk része a zöldítés, meg árnyékolás is itt az első kerületen belül, ugyanis én azt vettem észre, hogy a főtereink a nyári hónapokban gyakorlatilag érhetetlenek, mert annyira besugárzik, tehát olyan napfényesek, hogy, és én azt gondolnám, hogy ezt az árnyékolás problémát akár a nagyobb terek fölött is talán így el kellene kezdeni így bevezetni. Erre van ötleted? Tehát, hogy a kánikulában milyen olyan intézkedések lehetségesek, amik esetleg ezeket a területeket hűsebbé teszik? Hát ugye hosszú távú kérdés, persze, mert nem nő meg egy-két nap alatt, de hát a legjobb árnyékoló a fa. Tehát szerintem az, hogy minél több fa legyen a köztereinken, ezért nagyon fontos, és itt egy nagyon fontos distinkciót szeretnék tenni, hogy a fa ilyen szempontból fontosabb, mint a zöld, ami ugye, tehát Szél Kálmán tér mondjuk, amit a kerület egyik fontos csomópontja, ugye sok kritikát kapott, hogy nem elég zöld. Én szerintem az pont annyira zöld, amennyire lehet, és úgy mondom ezt, hogy én nem tervezője voltam ennek, hanem a beruházásra irányítója, de nagyon-nagyon sok modellezést láttam arról, hogy a reggeli csúcsidőben milyen gyalogos forgalomra kell ezt méretezni, és azt tudom mondani, hogy annyi van abban leburkolva, amennyi reggel kell. Minden, amit meg lehetett spórolni burkolatba, azt megspóroltuk, és ott vannak ezek a zöld, most éppen virágokkal teli szigetek, és lehet, hogy vasárnap délután kimegy az ember, úgy látja, hogy túl sok ott a burkolt felület, de valójában ezen minden tengelyén gyalogos forgalom halad a csúcsidőbe. Viszont, amit szerettünk volna elérni, és most örömmel látom, hogy így 10 év után ez kezd beérni, hogy azért legyen fával tele a csomópont, és adjon árnyékot minél több részén a térnek, és nem azt mondom, hogy tökéletes lett, de sose legyünk elégedettek magunkkal, de azért sokkal több fa lett, mint volt, és most kezdtek annyira megnőni, hogy már adnak árnyékot több ponton a téren. Tehát szerintem a közterek fásításai az nagyon fontos, és ez sokszor nyilván lehet, hogy átépítés kell hozzá, mert közművek egyebek útban vannak, de sokszor anélkül is megy, hogy kifejezetten csak zöld felület legyen alatta. Azok az árnyékoló technológiák, amik még vannak, nyilván az ilyen valamilyen szövetanyagból való köztéri vagy vászonanyagból történő árnyékolás, ennek nagy hagyományai vannak Dél-Európában, hogy akár egész sétáló utcákat végigbe, ugye egy-két emelet magasságba szállító köteleken be húzaloznak és árnyékolnak. Szerintem akár a Várban, ahol a legnagyobb gyalogos forgalom van, akár csomópontokban lehet ezt csinálni. Nyilván van ennek azért egy esztétikai ára. Tehát nyilván egy szűk, ilyen olasz utcácskába könnyebb ezt megcsinálni, mert azért valahogy jobban, hogy mondjam, jobban beleillik az utcaképbe, egy nagy teret így leárnyékolni, annak azért annak lenne egy furcsa esztétikája egy ponton túl. Tehát ez valószínűleg azért jól, ezt helyszínen kéne jól ki kell találni. Van ott a Szél Kálmán tér mellett az az új park, ahol igazából nem fát ültettek, hanem azokat a futónövényeket így magasra felfuttatták. Tehát egy mély garázsvonalatta. Igen, de nekem mondjuk tetszik, hogy ezzel a futónövényel van ott az ilyen falszerűen betakarva gyakorlatilag az a terület. Szerintem ez máshol is jól néz neki. Illetve amikor az Itt szólt be kampányunk volt, és akkor kérdeztem a helyi lakosokat, hogy mit szólnak a zöld homlokzatokhoz, akkor ilyen nagyon fura válaszokat kaptam, mert vagy imádták, vagy utálták. Tehát, hogy az, aki itt ugye el van vele, nem, vagy nagyon szerették a zöld homlokzatot, vagy nagyon nem akartak ilyet. Neked mi a véleményed a zöld homlokzatokról? Vagy hol látod ennek a helyét a városon belül? Hát azért nagyon sok karbantartást igényelnek, nem a legegyszerűbb vagy legolcsóbb zöld. Nyilván, ha ez egy profi irodaház, és menedzseli, karbantartja, figyel rá, sok pénzből, az szép és tök jó. Amikor a borostyán elkezdi benőni a magánházak oldalát, és akkor ez így távolról járókelőként szépen néz ki, de aztán az ember, mikor minden a párkány alatt jönnek be a hangyák, meg kinyitja nyáron az ablakot egy pillanatra, és jön mindenbe, ami ott lakik, akkor azért elgondolkodik rajta, hogy ez mégsem annyira, nem akar a természet közelébe élni? Igen. Nem volt ilyen, laktam ilyen helyen, úgyhogy ezért vagyok egy picit talán szkeptikus, hogy azért ezt nyilván utcáról nézni könnyebb, mint benne lakni. Nyilván tök más az, amikor egy kereskedelmi vagy ilyen épület csinál egy ilyen zöld falat, és akkor azt locsolják szivárgóval, menedzselik, nyírják, stb. Az önkormányzat nem járhatna elő jó példájával, hogy az intézményét elkezdi zöld homlokzattal ellátni, és esetleg az emberek ezt így átvennék? Mit gondolsz? Mert én is egy olyan házban lakok, ahol az egyik oldalon borostyán van, a falon a másik meg ez a vadszőlő, és hát látom a hátulütőjét is, de azt is látom, hogy még az előnyeit, tehát hogy azért a madárcsicsergés engem nem zavar annyira legalább. Ja, nyilván. Biztos lehetne ezzel kísérletezni, nem vagyok ennek nagyon mély szakértője, hogy most erre ennél pontosabban válaszoljak. Azt azért megtanultam azoktól a tájépítészektől, akikkel dolgoztam, hogy azért fenntartható módon ezt csinálni, tehát nyilván most a borostyán az fenntartható, mert nem kell sokat foglalkozni, de más problémái, ahogy mondtad, is vannak, meg az épületre is lehet hatása egy idő után, hogyha megerősödik. Ha ezt egy ilyen profi menedzselt rendszerként akarjuk fenntartani, az meg azért elég sok pénzbe kerül. Tehát valószínűleg egyszerűbb zöldíteni a talajkapcsolatos helyeken. Mint a homlokzatokat. Mint a homlokzatokon, igen. Egyszerűbb dolgunk lesz. Én szeretném, tehát még ugyancsak az Itt szólj be kampány után előjött a lakosoktól, hogy azt szeretnék, hogy az átmenő forgalom az csökkenjen a kerületen belül, és én mégis azt találtam ki, hogy tök jó lenne a Pauler utcát sétáló utcává változtatni, mert akkor gyakorlatilag a Vérmezőtől, a Pauler utca, vagyis a Horváth kerten keresztül a Tabánig lenne egy ilyen zöld szíve az első kerületnek. Neked van erre bármilyen terved a főpolgármesteri programodban, vagy pedig? Nincs benne, de a BFK-ba dolgoztunk ezen. A BFK-ban volt egy olyan zöld folyosó tervünk, ami lényegében azt mondta, hogy a Városmajortól egy összefüggő, jól sétálható gyalogos tengely jöjjön létre a Gellért-hegyig. Ez ugye úgy ment volna, hogy ugye a Városmajor rekonstrukciója és valamiféle bővítése beletartozott volna, ahogy ott vannak olyan állami területek, volt teniszpályák, amiket be lehetne zöldíteni. Onnan a Városmajor utcából a Városmajorból a Maros utcán folytatódna ez, ahol ma is viszonylag széles járda van, de még talán, hogyha nem ferdeparkolás lenne ott, vagy valamilyen finom eszközökkel lehetne még azt egy kicsit még zöldebb, szélesebb kapcsolatát tenni. Utána annak a tengelyében kellene egy átjárás keresztbe valamilyen módon a parkba, a Vérmezőbe, és akkor a Vérmezőn végig, és akkor pontosan, ahogy mondod, a Pauleren tovább. Ott mindenképpen kellene közterületi beavatkozás. Még azt sem mondom feltétlenül, hogy be kell tehát hogy teljesen a forgalmat be kell tiltani, de mondjuk lehet, hogy a parkolóhelyek egy részét kéne korlátozni hozzá, de lehetne egy szélesebb sétányt csinálni, és valóban ez akkor meg tudna érkezni szinte egyenes úton a Horváth kertbe, és a Horváth kertből pedig tovább a Tabánba, sőt onnan már a Gellért-hegy felé is lehetne egy kapcsolat. És akkor ez egy tényleg egy olyan összefüggő zöld, szabadidős folyosója lenne Budának, Belbudának, amit sokan használnának, viszonylag kis pénzből és kis áron, néhány közterületi beavatkozással. Én ezt maximálisan támogatom, és ez egy jó terv. Nem mentünk ilyen részletességig le, mert akkor minden kerületben ezt végig kéne nézni, és végigcsinálni. De így adja magát az egységes zöld. De abszolút egyetértek vele. Zöld terület. És ez még azzal is összefügg, szerintem, tudom, hogy ez már nem a ti kerületetek feltétlenül, de, vagy nem az, de én még a Rudas környékén látok közterületi beavatkozásra területet, tehát szerintem az a parkoló, tudom, hogy néha aki ott parkol, az nem örül annak, amit mondok lehet, de szerintem a Romkertnek hívják most? Igen. Melletti parkoló az egy felszámolható terület, azt ott lehetne zöldíteni és valamilyen módon bővíteni, és ott én még azt is el tudnám képzelni, most ez lehet, hogy ilyen szentségtörés lesz, amit mondok, hogy az ne közterületként újuljon meg, hanem a Rudas fürdő részeként. Tehát szerintem a Rudas turisztikai igénybevétele és egyáltalán a terheltsége miatt, ott egy, és van vize, ott akár azt mondani, hogy kültéri medencét is csinálni, és valamilyen módon szabadtér irányba bővíteni a Rudast, az egy nagyon szexi dolog lenne turisztikai szempontból is, meg a budapestiek számára is, tehát ezen érdemes lenne elgondolkodni. Biztos, hogy többet érne a városnak, mint az a 10 darab parkolóhely. Sokkal jobban is néz neki. Igen. Így van. Te mit gondolsz egyébként, mert itt az első keretben ugye a parkjaink, azok nem a kerületi önkormányzat fenntartásában vannak, hanem a főváros fenntartásában, de most is az első kerület költött rá nagyon sokat, mondjuk a Vérmezőre, és nem a főváros. De ott átvette a kerület az üzemeltetést, nem? Én úgy tudom, hogy csak szeretné átvenni, tehát még ez a folyamat nincs. De ezért pont erről akarlak kérdezni, hogy szerinted melyik a jobb gazda, egy kerületi vagy a fővárosi a parkok kapcsán? Mi lehet annak a hátulütője, hogyha a kerület átveszi egy parknak a gondozását? Hát szerintem ugye itt azért nagyon az válogatja, hogy ki a polgármester és hogy működnek a rendszerei. Én el tudom azt képzelni, hogy vannak kerületek, amik jobban működnek, mint a főváros, mert a fővárosnak ez a tohonya nagy pártok között felosztott, mondjuk úgy, hogy a régi pártpolitikai hagyományokat sok szempontból őrző intézményrendszere, ez nem egy igazán hatékony darab, és hát első körben se látom, hogy annyira hatékonyak lennének. Igen, ezt akartam mondani, hogy nem tudom az elsőket mennyivel hatékonyabb, de nehéz amellett érvelni, vagy azt védeni úgy a mai helyzetében, hogy a főkertnél nincs a világon jobb üzemeltető, de én azért a városi jelentőségi parkokat az fővárosi kezelésben és üzemeltetésben tartanám, már csak azért, hogy egységes módon legyenek ezek üzemeltetve, kezelve. Akkor a Vérmezőt megtartanád magadnak, hogyha főpolgármester lennél? Igen, de nem érzelmi alapon mondom ezt most, én azt gondolom, hogy képesnek kell lenni a fővárosnak, de nyilván, hogy oda jutunk, hogy a kerület tényleg azt mondja, hogy ő ezt jobban tudja csinálni, biztos, hogy nem fog ebből presztízs kérdést csinálni, de azt én nem tartom egy jó dolognak, hogy a főváros felteszi a kezét, hogy hát mi erre nem vagyunk képesek, pedig a mi dolgunk lenne, adjuk oda a kerületeknek, mert ennek mindig rossz vége van. A másik ilyen furi pont a kerületen belül ugye a Batthyány tér, aminek az egyik fele újult csak meg, és én ott látom azt, hogy a különböző tulajdonviszonyok azok mennyire rombolóak, mert ugye a Batthyány egyik fele föl lett újítva, a másik fele meg nagyon gázállapotban van. Azzal is kéne így kezdeni valamit. Illetve még azt szerettem volna tőled megkérdezni a forgalomcsillapítás kapcsán, hogy felmerült az is ott lakókban, hogy mi lenne, hogyha az Attila utat így egyirányosítanánk lefelé az Alagút felé, hogy attól csökken a forgalom, illetve nekem veszőparipám az, amit valószínűleg nagyon sokan nem kedvelnek, hogy az Alagutat is olyanná tenni, mint a Lánchidat, azaz a buszforgalmat és a bicikliforgalmat engedném át rajta, az autósokat nem feltétlenül. Már ez biztos, hogy benne, hogy megosztó kérdés, mert amikor a kutyapárton belül beszélgetünk arról, hogy mit tudom én, autósokat korlátoznak, már ott is ellenállásba ütközök, de mi a véleményed egy Alagút lezárásról esetleg? Ez hasznos lehetne szerinted? Mert arra gondoltam, hogy az átmenő forgalmat is csökkenteni, itt a főutcával szoktak jönni, hogy akkor az egy nehezebben megkezelíthető része lesz a... Azért valójában az Alagútnak már egy igazán komoly hálózati szerepe van, a Budai Alsórakpart Halász utcai felhajtójától Hegyvidék és Belbuda felé ez a kapcsolat. Ugye a Budai Alsórakpartra nem szoktunk így gondolni, de az valójában az M0-ása jelenleg Budapest budai oldalának. Gyakorlatilag ugye tranzitforgalmat is viszi jelentőset észak és dél között, de egyébként ha valaki nem tudom, a Monpark környékére megy a Délpest felől, vagy Észak-Buda felől, akkor jó eséllyel a Budai Alsón fogja vinni a víz, és a Halász utcánál viszi föl a felső részre, és az Alagúton viszi át. Tehát ha azt mondjuk ott kiiktatnánk, az a Margit körútra tenne többletforgalmat, mert akkor ugye erre tudná mondjuk Óbuda felől elkerülni, vagy a déli irányból nem is tudom hova tenne forgalmat, talán az Alkotás utcára, mondjuk a Monparkos példánál. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy azért van ennek összetett hálózati szerepe, ebből ered ma nagyrészt az a forgalom, amit látunk az Alagútban. Tehát ez biztos, hogy le kell modellezni, és most itt nem tudok erre kész választ adni, de egy biztos, hogy az Alagútnak nem csak az a szerepe, hogy a Lánchíd folytatása, tehát nem lehet azt mondani, hogy ugyanúgy kezeljük. Jó, ahogy a Batthyány teret ugye meg lett csinálva, illetve ott a programodban olvastam a Szilágyi Dezső térről, hogy igen. Ezt is szeretnéd egy kicsit átalakítani, kicsit élhetőbbé tenni. Igen. Egyrészt erről, hogy mi a terved rá, mert amúgy én ezt egy nagyon élhető térnek vélem, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy azt hogyan lehet még élhetőbbé tenni. Illetve ehhez kapcsolódóan, ugye azon a szakaszon is az van, hogy a bicikliút ott a Budai felsőrakparton az ott nincs konkrétan, hanem a gyalogosokkal megy együtt. Ahogy az egész szakaszon egyébként végig ott hol fölmegy, hol lejön, hol itt van, hol ott van, az egyik irányban van, a másik irányban nincs, tehát ott az egész bicikliút az ott nagyon össze-vissza van. Erre milyen terveid vannak? Ugye egy Duna-Buda néven kezdtünk anno egy munkát, egy tervpályázatot arra, hogy hogyan lehetne a Duna menti nagyobb budai főtereket humanizálni, rendbe tenni. Valójában az én programom ebből dolgozik, vagy ezt hozta vissza, ez ugye leálltak ezek a beruházások a legjobb tudomásom szerint. A Szilágyi Dezső térnél ugye egy olyan elképzelés volt, hogy valamelyik térfalhoz kössük be a teret, és legyen egy összefüggő olyan rész, ahol kiülős helyek meg tudnak élni, ahol nem egy szigetként működik a tér közepe, mint ma. Most, hogy végül melyik térfél nyert a vizsgálatok során, ezt most nem mondanám meg fejből, de ez volt a koncepció lényeg, azt hiszem a déli egyébként. Ami pedig a kerékpárutat illeti, ez ugye a város egyik legforgalmasabb kerékpáros főtengelye, aminek nagyon megoldatlan a helyzete. Nem csak itt a 11. kerületi szakaszon, igen. A Rudas, igen, környékén is. Itt a fővárosnak van egy közösségi költségvetés, hogy nyert is egy javaslat, de én máig nem tudom, hogy mit akarnak pontosan csinálni. Egy időben az volt a nagy ötlet, hogy a villamos sínre terelik az autóforgalmat, és a teljes szélső sávot adják át a kerékpárosoknak, és akkor gyalogolni lehet a mai helyén. Ez egyrészt az első kerületi problémát nem oldja meg, másrészt rátereli az Erzsébet hídon, ha bármi van, balhé, vagy a Rákóczi úton, vagy Hungexpo van akár, vagy nem tudom, akkor a dugót rátereli a villamos sínre, és az 56-os villamost is megszívatja. Tehát ebben nem vagyok biztos, hogy jó ötlet. Nekem van egy vad elképzelésem, de lehet, hogy ez az UNESCO világörökségbe beleütközne, úgyhogy óvatosan mondom, de én el tudnám képzelni azt, hogy van egy kortárs addíció és egy olyan konzol, ami csak sétálásra jó, ami belóg a parkoló része fölé a Budai Alsónak, mert oda úgyse tud teherautó beparkolni, és akkor ezt a plusz szélességet kihasználva a mai járdából csak kerékpáros lenne. De nyilván azt mondanák, hogy egy ilyen kortárs, mondjuk acél, vagy valamilyen hasonló anyagú kiegészítő járda szerkezet, az ha kortárs, akkor nem illeszkedik a Dunai látképbe, tehát emiatt óvatosan fogalmazok ebbe, de szerintem érdemes lenne ilyen kérdéseket őszintén kibeszélni műemlékes, városképi és közlekedési szakemberekkel közösen. Egyébként igazad van, mert ott az Erzsébet híd alatt a legnehezebb, tehát ott annyira szűk is a járda, minden, hogy ott szörnyű elmegy. Még oda van téve egy oszlop pluszba, pont a zebra mellett, tehát hogy az nagyon élhetetlen. Térjük rá a vári építkezésekre, mert ugye azok bár kiemelt építkezések, de én azt tapasztalom, hogy ilyen lopakodó területfoglalás van folyamatosan a várban, tehát ami kordon tegnap még itt a járda szélén volt, az másnapra 20 centivel kijebb kerül, illetve egyre nagyobb terület lesz elfoglalva a közterekből, és most már gyakorlatilag a Szent Háromság teret nem is látom, ott a teherautóktól, meg az építőanyagoktól. Ilyen esetben bármilyen eszköze van a fővárosnak esetleg, hogy ezt a túlterjeszkedést, amikor látványosan hétről hétre nagyobb területen folyik az építkezés, egy kicsit így kontrollálja, vagy kordába tartsa, vagy amíg nincs megfelelő. Ahol ő a terület tulajdonosa, a főváros ott van. Most itt nem tudom, hogy a konkrét példa kerületi vagy fővárosi közterületet érint, de ott van, és még kiemelt beruházásoknál is, mint tulajdonosa a terület használatnak a rendszerét tudja befolyásolni. Hát a vári építkezések kapcsán én inkább mindig arra gondolok, hogy mi lesz a közlekedéssel utána. Tehát, hogyha tényleg fölköltözik oda több ezer hivatalnok és minisztériumi ember, akkor azért az egy óriási kérdés lesz, hogy lesz ez egy élhető és működő negyed. A 16-os busz nem fog elbírni több ezer új embert, aki följár a várba. Itt szerintem amit lehet csinálni, az az, hogy mozgólépcsőket csinálunk, jobban bekötjük a vár negyedet különböző módokon a városba. Meg ahogy olvastam a programodat, a siklót is használhatóvá tennéd a budapestiek számára. Ez nekem tökre tetszik, illetve nem tudom, hogy mennyire ördögtől való, de mi lehet... Főleg reggeli csúcsba segítene, amikor a turisták még a svéd asztalos reggelit teszik. Mi lenne, hogyha ez a sikló a múzeumodban lenne, és ott egy rendes sikló lenne a mostani 21. századnak megfelelően. Ez nagyon elvetemült gondolat, mert ez tök sokat tudna segíteni a forgalmon. Tök egyszerű megoldás lenne, nem kéne annyit várni rá, mint a mozgólépcsőkre, mert az valamikor majd elkészült. Tehát, hogy... Hát egy új sikló azért legalább annyiba kerül, mozgólépcső. Meg hát ennek az egésznek van egy történelmi bája, hogy ez ma kinéz, és neki turisztikai haszna. Tudom, hogy ez egy ilyen érzékeny pont lehet, de ott van a múzeumod, a közlekedési múzeumod, ott nem lehet helyet találni. Én egy használható siklót szeretném, még egyszer nem utaztam a siklón, pedig a várban lakom, de az az ára, amit elkérnek tőle egész egyszerűen olyan szinten felbosszant. Ez majd turista csapda, így. Igen, tehát hogy ezt nem érzem úgy, hogy ezt így használnom kéne. Térjünk vissza még egy kicsit a Batthyány térre, mert ott van az a probléma a kerületen belül, hogy ott érinti talán a legjobban a hajléktalanság az első kerületet. Minden parkban vannak ugyan hajléktalanok, meg így felfedezhetők, de talán a Batthyány tér az, ahol nagyon csodálkoztam, amikor egy váratlan fordulatként egyszerre 15-20 hajléktalan is így található a tereken. A fővárosnak van valami elképzelése a hajléktalan helyzetnek a kezeléséről, mert őszintén szólva lehet, hogy ez politikai bevallhatatlan, de nekem nincs ötletem, hogy mit lehetne a hajléktalanokkal csinálni a Batthyány téren. Tehát, hogy nem tudok olyan megoldást, ami ezt a problémát igazából kezelni tudná. Ott nem messze van ráadásul egy ellátó intézmény, és tehát nem tudom, hogy mit kéne ahhoz produkálni, hogy mondjuk a hajléktalanoknak a mosdóigénye az nem a közterület közepe legyen. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a kriminalizálás nem vezetett eredményre, ez nyilvánvaló, tehát ezt kizárhatjuk, hogy ez megoldja. Egyébként szerintem összefügg az intézmény létével, vagy a közelségével az, hogy ott ilyen nagy számban vannak, hiszen az intézmény kínál... Veronika pont azt mondta nekem, hogy amikor ilyen intézmények vannak a közelben, az csökkenti a tereken lévő hajléktalanok számát, mert oda mennek, de én ezt így nem érzékelem a Batthyány tér kapcsán. Ezt én sem érzékelem. Én azt gondolom, hogy ezt két módon kell leginkább megfogni. Az egyik az az, hogy amennyire csak lehet megakadályozunk, hogy emberek utcára kerüljenek. Nyilván ennek egy ilyen szociális hálóépítési része van, gyermekvédelemre nagyon oda kéne figyelni, mióta kegyelmi ügy lecsengett, azóta meg volt az influencer tüntetés. Én azt érzem, hogy megint nem sokat beszélünk a gyermekvédelemről, tehát a társadalom... De hogy háttérbe szorult ez a lényegi kérdés, igen. Igen, a társadalom megint a saját ilyen immunrendszere részeként kiszorította, hogy tudomást vegyen erről a problémáról. Azt érzékelem, és ez nem jó. A programomban szerepel hangsúlyosan, hogy arra figyeljünk, hogy a felnőtté váláskor az gyermekvédelem különböző intézményeiből kikerülő fiatalok számára a főváros célzottan nyújtson segítséget. Ez sokszor tehát nem is feltétlenül anyagi segítség, hanem odafigyelés, eligazodási segítség, és így tovább. Lehet, hogy anyagi is. Egy ponton ez szerintem nagyon fontos. A másik kérdés pedig, amit hát, hogyha ugye máltaiakkal is, vagy bármelyik másik szervezettel, aki ebben benne van, beszél az ember, akkor ők azt mondják el, hogy azért az utcai hajléktalanságnak az egyik fő oka ma az, hogy aki szerhasználó vagy alkoholfogyasztó rendszeresen, az a függőségének a tárgya nélkül nem akar bemenni szállóra, úgy meg nem engedik be. Tehát itt az, hogy legyenek célzott programok, addiktológiai, egészségügyi, szociális programok arra, hogy az ilyen embereknek segítsünk, szerintem érdemben tudna segíteni az hajléktalanságon, bár persze itt is ugye az a nehéz, nem akarok szakértő szerepbe lenni ebbe sem, mert azért bonyolult a kérdés, de amennyire én megértettem, itt ugye az a probléma, hogy aki nem akarja, ott ugye nyilván nem sok eszköz marad. És akinek meg ilyen addikciós problémái vannak, hogy nyilván az akaraterő az nehezen helyettesíthető. Igen. És egyébként ehhez fővárosi szinten van lehetőség? Ennek a hálónak akár a kiépítéséhez, a fejlesztéséhez? Nem van, tehát ugye a főváros, hát nyilván együtt kell működni a kerületekkel, mert ott azért egészségügyi kompetencia több van a szakrendelők miatt, de azt gondolom, hogy igen, el lehet kezdeni ezt kiépíteni. Ugye a teljes mai hajléktalan ellátórendszer Budapesten az fővárosi megbízásból és közszolgáltatásként működik tudtommal. következő kérdése, nem tudom, hogy te ezt hogy látod. Én azt látom, és most a legutóbb, amikor olvastam a cikket a Szél Kálmán térről lévő fénycsíkokkal kapcsolatban, ami egyetlen egyszer sikerült csak világítani, illetve az emberek többsége nem is tudja, hogy az így létezik, hogy hogy lehetne azon javítani, hogy felújítunk dolgokat, de azok olyan minőségben kerülnek átadásra, hogy mozog a tégla, már másnapra lehullik valami, tehát hogy a minőségét az átvett dolgoknak, ezt hogy lehetne javítani? Vagy mondjuk a Várkert Bazárt ugye átadták ott nálunk vagy 6-szor, de mondjuk az más okból is sikerült ennyiszer átadni, de a lényeg, én nem látom azt, hogy igazán oda lenne figyelve arra, hogyha valamit átveszünk újan, az valóban minőségében is újnak hasson. Szerintem ez attól függ, hogy mennyire felkészült mérnök csapat van ott, és attól ez a másik, hogy mennyire lekötelezettje a megrendelő a kivitelezőnek. Tehát nyilván, hogyha az utóbbi, bár most nem mennék el korrupcióig, de bármilyen okból a megrendelő úgy érzi, hogy nem tud kellően kemény lenni a szolgáltatóval vagy az építőipari céggel szemben, akkor annak azért könnyen tud ilyen vége lenni. Ez mindenképpen fontos, és a másik pedig, hogy építési beruházásoknál nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy a műszaki ellenőr és a lebonyolító mérnök szerepében lévő cégek kik, milyenek, össze vannak esetleg fonódva a kivitelezővel, ez nem ritka közberuházásoknál. De nincs egy olyan külön önálló ellenőrző szervezet esetleg a fővárosnak, akit oda tudsz küldeni, és akkor egy kicsit így... De van, a Budapest közút az van, ott van egy kifejezetten ilyen mérnök cég, a 3-as metró felújítását is ők bonyolították, a 4-es metró építésénél is lecseréltük a korábbiakat, és ők látták el a mérnök szervezet feladatait, ez a tudás megvan. Meggondolom a garanciális javításokban is valahogy érvényt lehet hasznosítani, hogy mi most ezt érvényesítjük. Akkor csak igazából politikai akarat hiányzik ahhoz, hogy jobb minőségű átvett utcaink legyenek? Szerintem igen. Szerintem igen. Oké. Hát az, hogy... Tehát ugye itt is az történt, mondjuk a Szél Kálmán tér esetében, ahogy megértettem, ugye én már nem voltam ott bőven, amikor ez idáig jutott, hogy a kivitelezőnek ez feladata volt, megcsinálta, rossz technológiával csinálta meg, nem működött, és inkább azt mondta, hogy fiúk, ezt nem csinál meg, inkább visszafizetem a pénzt, mert jobban járok. És akkor visszafizették a pénzt, tehát valójában ezek a lecsikok nem kerültek semmibe, nem is működnek, de nem is kerültek semmibe. Megnyugtató, vagy nem tudom. De, és a kijavításokhoz meg egy új közbeszerzést kellett volna kiírni, ha én jól értem a helyzetet. Tehát ez nyilván ilyenkor nagyon nehéz, mert néha egyszerűbb a kivitelezőnek kitolatnia a helyzetből. De azt mondod, hogy kellő politikai akarattal ez jelentősen javítható. Persze, hát a megrendelői hatáskörök azok elég jelentősek, és ezekkel lehet élni ilyen helyzetben. Kicsit egyébként úgy érzem, hogy az önkormányzatoknak nagyon jó szakembereik vannak arra, hogy pályázatokat kiírjanak, de amikor már projekt végrehajtása, kivitelezésről van szó, akkor egész egyszerűen alacsony minőséget produkálnak. Tehát, hogy ezt így nem tudom, mit kéne erre kitalálni, hogy az átadott projektek azok meglegyenek. Néha az az érzésem, hogy egész egyszerűen a szaktudás hiányzik ehhez, amit valahonnan azért hát a BKK-t ezért csináltuk. Tehát 2010-ben többek között azért jött létre a BKK, mert nem volt meg az a megrendelői beruházói tudás a fővárosi önkormányzatnál, a BKV az egy más tészta volt, egy ma is problémás cég sok szempontból, és ezért is jött létre sok más mellett a BKK, hogy legyen egy olyan professzionális beruházó szervezete a fővárosnak, amely képes egy nagyobb közlekedési beruházást lemenedzselni jó minőségbe. És hát a Szél Kálmán téren egyébként azért szerintem nagy problémák nincsenek. Ez a lecsik valóban, ha jól értem, félre sikerült, vissza is fizette a kivitelezőit, valójában egy ilyen furcsa helyzet van. Illetve ma már vannak padok, amik elkorhattak, letörtek, ez tény, de hát azért ez 10 év alatt előfordul, ezt pótolni kéne. Főleg ilyen használat mellett, ami itt éri őket. Egyébként én azért azt látom, hogy ez nagyjából rendben van, amit ott megcsináltunk. Ez inkább példa volt. Igen, tudom. Egyszerűen megnéztem volna a Szél Kálmán teret kivilágítva. Én tegnap tudtam meg, hogy azok világítva van. Igen. Én nagyon hiányoltam őket, miután átadták a teret, de aztán én is hallottam ezt a történetet. Mit gondolsz a társasházaknak a homlokzatáról, mint ugye, hát azért ezek Budapest képének a részei, és nem igazán látok arra példát, hogy a főváros ebben nagyon nagy szerepet töltene, hogy maguk a bérházak, a társasházak a homlokzati felújításra akár pénzügyi forrást kapjanak. A programodban olvastam menedzselési szempontokat erről, hogy segíteni abban, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni a háznak, illetve a kerületnek, de hogy ez többnyire se a kerület, se a főváros oldaláról nincsen annyira Nincsen meg a háttérrendszere annak, hogy ez elő legyen segítve, és szerintem egy nagyon fontos része azért Budapest képének az, hogy a házaink hogyan néznek ki az utcákon. Tehát az abszolút így van. Én ebben nagyon hiszek, hogy ezt a Műemléki Város Szövetet rendbe kell tenni. Biztos, hogy valamilyen pályázati formát kell kitalálni, ahol a szereplőket együttműködésre kényszerítjük, mert ma azért legtöbbször az van, hogy a lakógyűléseken egy-két-három ellenálló miatt nem haladnak ezek a dolgok előre, és aztán rohad az egész tovább. És minél több Airbnb van a házban, minél több olyan van a házban, aki azt mondja, hogy figyeljetek, én ki tudom adni így is, én nem költök semmire, annál nehezebb. Tehát itt szerintem komoly szabályozási feladatok vannak, hogy ilyen esetekben is lehessen ezzel előre menni. Lehet ezt egy kicsit jobban kötelezni a házakat akár erre, hogy ne is akár a közgyűlésre kelljen várni, vagy nem tudom. Tehát, hogy... Szerintem ilyen jogköre nincs az önkormányzatoknak, de az biztos, hogy lehet, hogy különböző célzott programokkal segíteni, hogy fogjanak össze és kezdjenek együttműködni. Neked nincs több kérdésed? Talán annyit akartunk tőled megkérdezni, mindenki ilyen szakpolitikai kérdésekkel bombálsz, hogy igazából hogy érzed most már így a kampány x-edik napján magad? Én most nagyon álmosan éppen, remélem ez a podcastban nem jött át, mert tegnap a fővárosi listavezetők vitája este 11-ig vagy meddig tartott, és reggel 5-kor már forgattunk ilyen utolsó hetes mozgósító videókat, meg egyebeket, úgyhogy ez ma nem volt egy hosszú éjszaka, de hát ilyen ez a kampány utolsó hete, szerintem ez még hajtós lesz, aztán akármilyen végeredmény van, én június 10-én egy óriásit fogok aludni, ezt most már várom, de egyébként meg kell mondjam, hogy nagyon élveztem ezt a kampányt eddig, bizakodó vagyok a végeredmény kapcsán, abban is, hogy bárhogy is alakul, akkor a közgyűlésben lesz módunk együttműködni a kutyákkal, és hozni egy új szemléletet és hozzáállást a fővárosba. Nekem a kiinduló programom, vagy a kiinduló pontom ebben a programom lesz, és ementén szeretnék együttműködéseket építeni majd a fővárosi közgyűlésben. De egyébként azt érzékelem, és ez nyilván a kutyapárt arcpolitikájától sincs messze, hogy nagyon-nagyon egészséges dolog a kommentsávok helyett az utcán emberekkel találkozni, mert egészen más világ. Abszolút. Nekem, amikor a politikába való ilyen típusú belépés, nem ebbe az ilyen országos pártpolitikába, de ebbe a budapesti politikába, mint jelölt való belépésem, nek az eldöntésének a küszöbén voltam idén tavasszal, vagy még talán inkább tél végén, akkor erre elmondom, nem számítottam, hogy bármelyik csomópontba kiállunk egy pulttal, Határút, Köki, Örs, Újpalota, bárhol, akkor az emberek odajönnek, és senki nem kérdez semmi olyanról, mint amiről az újságírók kérdeznek, vagy a kommentelők sokszor írnak, hogy akkor a Fidesz, a nem tudom mi, a DK, a ez, meg az, meg amaz, meg a lista, meg a mindenféle kinek a listáján kit támogat a 26. kerületben, hanem kizárólag azt kérdezik, hogy akkor hogy lesz biztonságosabb a közösségi közlekedés, hogy lesz akadálymentes ez vagy az a csomópont, miért nincs mozgó lépcső itt, és lépcsőzni kell, és már nehezen megy, miért nem zöldítették be ezt, vagy azt, vagy amazt, mikor lesz itt metró, ugye ez egy majdnem minden lakótelepen fölmerülő kérdés, akiknek ezt megígérték 30-40 éve. De ezek tök legitim kérdések, ezekre az ember tök szívesen válaszol, és lekopogom, mert még van pár nap a kampányból hátra, de hát most már azért lassan 2,5 hónapja vagyunk az utcán szinte minden nap, és én még élőben olyan igazán negatív beszólást, kritikát igen, de az tök rendben van, olyan kemény negatív beszólást, mint amit mondjuk a Facebookon az ember kap 40 másodpercenként, abból egyet se kaptam. Tehát én az nekem egy fontos tanulság, és ezt mindenkinek, aki a politikába való bekapcsolódáson töri a fejét, csak pozitívumként mondani tudom, hogy az emberek élőben lényegesen konstruktívabbak, és más a hozzáállásuk, mint amit ezekben a kommentmezőkben lehet látni. Ez nekem egy pozitív tapasztalat volt, és nagyon sok erőt és biztatást adott arra, hogy jó ötlet volt ebbe belevágni. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az idődet, és hát el is búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok!